A tagdíjat minden esztendőben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara esetében a szervezet vezetősége állapítja meg tagjai számára. A költségek megfizetése két lépcsőben történik. Tavasszal a gazdasági társaságoknak, ősszel novemberben pedig a magánszemélyeknek kell megfizetnie. Tolna megyében Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának 11 ezer tagja van, ebből körülbelül 9 ezer fő, aki őstermelő. A többiek egyéni vállalkozók, vagy pedig gazdasági társaságokként működnek. A kamara a 2020-as árbevétel után a lehetséges kedvezmények levonásával rója ki az aktuális évre vonatkozó tagdíjakat. Ezt az összeget a kamarai tagok az ügyfélkapujukon, a NAKOS ügyfélkapujukon meg tudják tekinteni. Hogyha egyetértenek vele, akkor jóvá hagyják, hogyha még látnak olyan tényezőt, amivel csökkenteni tudják ezt a tagdíjat, akkor módosítani lehetséges. Az idei évben a történelmi asztályra és az energiaválságra való tekintettel úgy döntött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a küldöttgyűlése, hogy a magánszemély tagjaink részére országosan 1 milliárd forint tagdíjkedvezményt nyújt, és a 2023-as évben pedig további 2,5 milliárd forint tagdíjkedvezményt fogunk nyújtani, de ott már nem csak a magánszemély tagoknak, hanem a gazdasági társaságoknak is. A 150 ezer forintot vagy ennél kevesebbet fizető tagok automatikusan részesülnek egy 30%-os kedvezményben, mely az ügyfélkapujukon már most is nyomon követhető. A 150 ezer forint fölötti tagdíjsávokba eső kamarai tagjaink esetében nem automatikus ennek a 30% kedvezménynek a megadása, hanem egy méltányossági kérelmet kell, hogy benyújtsanak. December 15-éig ide hozzánk a Szekszárd-Kesselyüsi út szám alá, vagy pedig a e-mailen is jöhet ez a megkeresés, ez a kérelem a tolna@nak.hu e-mail címre, és a beérkezett kérelmeket, tehát a december 15-éig beérkezett kérelmeket még karácsony előtt szeretné a megyei elnökség elbírálni, úgyhogy én arra bíztatom a gazdálkodókat, magánszemély tagjainkat, hogy minél hamarabb nyújtsák be ezeket a kérelmeket, mivel véges az a keretösszeg, amit az országos küldöttgyűlés Tolna megyének rendelkezésére bocsátott. Az idei évre jutó 1 milliárd forintos kedvezményt a NAV százalékos arányban osztotta szét a megyék között attól függően, hogy az aszály milyen súlyosan pusztított az adott területen. Tolna megyét nézve ez az arány 30%-os, mondta vendéged itt.